Szép jó reggelt kívánunk, folytatódik a Start, izgalmas a reggelünk. Egyet árulj el nekem, Judit. Igen. Nem tudom, hogy te nézel-e például labdarúgó mérkőzést. Be kell vallanom őszintén, hogy nem. Akkor, úgyhogy amikor, a tegnap itt sem néztem, ha akkor, ez amikor fontos esemény van például, amikor tényleg, amikor a körútra vonult a magyar, akkor, amikor EB-t nézek. Na, akkor ez tegnap EB-selejtező volt, kikaptunk. Meglepette téged az, mint... De ott is csak a vége, tehát az utolsó 3-4 meccset. Értem, ez volt az első meccs. Nem baj, tényleg egy igazi profival beszélgetek. Meglepette téged például az profi, politikai, belpolitikai újságíróként, hogy... Remélem, most olyan területre elvezünk, akkor én is otthon vagyok. Tehát, ha így mutatod, akkor igen, tehát profi politikai újságíróként. Meglepette téged az, hogy percekkel a magyar labdarúgó válogatott veresége után gyakorlatilag tömegével érkeztek azok a mémek, amelyek politikai felhanggal bírtak, például Dzsudzsák Balázs ugye egy felvételen azt mondja, hogy mi nem szenvedtünk vereséget a szlovákoktól, mi akartunk kikapni. Szóval, hogy megleptek-e téged ezek a nem, mémek? Nem, egyáltalán nem, mert hogy annyira jellemző mostanában, hogy minden ilyen politikai eseményről azonnal gyakorlatilag perceken belül megszületnek a mémek. Plusz a foci olyan, amivel mindig mindenki foglalkozik. Na most, ha két ilyen történés van 24 órán belül gyakorlatilag, egy ilyen politikai döntés, meg egy ilyen meccs, teljesen értelemszerű, hogy egymásra játszik. Na és ha valamivel még foglalkozik a magyar, az egyértelműen a közlekedés. Nem voltak egyébként még Isztambulban, ahol az emberek úgy fogják a kereket, hogy vagy a kormánykereket, hogy közben még dudálnak mindig meg, minden. Meg Görögországban a buszvezetők például. És én nem tudom, hogy az olaszok hogy tudnak így vezetni, hát, hogy közben még... Igen, tehát amilyen szerpentineken a buszvezetők mennek, iszonyatosan gyorsan, és minden egyes kanyarban azt érzed, hogy most biztos, hogy meg fogok halni. A csendes óceánon van egy olyan sziget, amelyiken az van kírva, lehet egy pólót kapni, ha eljutsz Hana városába, túléltem a hanai utat. Na de túléljük-e a magyar utat, és ez egyáltalán nem vicc, mert hogy ugyan némileg csökkent a személyi sérüléssel járó karambolok száma 2017-hez képest itt Magyarországon, de jelentősen több lett köztük a súlyosabb sérüléssel járó baleset, legalábbis itt a fővárosban. A legtöbbször Budapesten a Váci útra riasztották a mentőket. Kapitány Tibor közlekedés biztonsági szakértőt kérdezzük, de előtte mutatunk egy rövid összefoglalót. Tűzoltók és rendőrök vizsgálják egy karambol után az autóroncsokat a Hungária körút és a Tököli út kereszteződésében. A Hungária körútnál is több sérülés történt, ugyanis a Szentendrei, a Soroksári, a Budaörsi, az Andrási, a Pesti és az Üllői úton. A legtöbb balesethez azonban a Váci útra riasztották a mentőket 2018-ban. A statisztikákat összesítő Vezes.hu újságírója azt mondja, a nagy forgalmat bonyolító, sokszor egyenes főutakon az autósok egy része könnyelműen bánik a gázpedállal, de gyakran előfordul az is, hogy figyelmen kívül hagyják a kijelölt gyalogátkelőket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a jó idő miatt egyre több a kerékpáros az utakon, ez pedig tovább növelheti a balesetek kockázatát. És ahogy említettük, kapitány Tibor közlekedés biztonsági szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Meglepték az adatok? A számok? Egyetlen egy adat lepett meg, az Andrássy út. Az összes többi gyakorlatilag Budapest ki- és bevezető útjáról szól, nagyon hosszú útról beszélünk, mindegyik esetében több 10 kilométerek is lehetnek, például az Üllői út, Váci út az egyik leghosszabb kivezető útunk. Lényegesen nagyobb autóforgalom van, mint a fővárosban bárhol máshol. Tehát nagyon sok, nagyon nagy számú autó halad át az utakon, ezért a balesetek száma is értelemszerűen statisztikailag sokkal inkább valószínű. Valóban az Andrássy út ebben a szempontból abszolút ilyen kivételesnek tűnik. Ott mi lehet a probléma? A figyelmetlenség. Tehát ott egyértelmű figyelmetlenség, tényleg egy rövid, talán 2 kilométeres útszakasz. Hát, vagy az állandó parkolások, nem? Bocsánat. Tehát szerintem az is benne lehet. A Váci útnál baleseteket tüntetnek fel, az Andrássy útnál ütközéseket tüntetnek fel, ami valószínűleg egy koccanás és a figyelmetlenség, mobiltelefonnézés, sok minden más. Ott simán az állandó parkolóhelykeresés, tehát ezek a klasszikus koccanásos, hogy nem veszem észre, hogy parkolóhelyet keres, tízzel megy. És... Illetve az Andrássy út az egyetlen olyan speciális út, vagy majdnem az egyetlen olyan speciális út Budapestre, ami 3 különálló úttesttel van ellátva. Ugye van középen a haladó sáv, két oldalt egyirányú utcák, ami szintén az Andrássy úthoz tartozik, illetve mellette a kerékpársáv. És a kerékpársáv azért az nagyon sok kockázatot tart. És az ott egy nagyon, hát azt szokták mondani, rosszul kialakított kerékpársáv. Lehet ehhez alkalmazkodni? Tehát akkor, aki valaki évtizedekkel ezelőtt megszerezte a jogosítványát, de azóta nagyon sok forgalmi rendváltozás történt, szabályváltozás történt, akkor elég figyelni ezt, vagy pedig jó például elmenni mondjuk egy vezetéstechnikai tanpályára, és azt mondani, hogy egy kicsit frissítsék fel a tudásomat?
A technikai tudást vezetés technikai tanpályákon abszolút fel lehet, sőt, én azt gondolom, hogy kötelező lenne az, hogy a tudásunkat évről évre egy picit javítsuk, egy picit kisebb kockázatot jelentsünk az úton. De van erre egyébként egy tanfolyam? Tehát lehet jelentkezni? Több tanfolyam van az országban. Magyar Autóklubnál rengeteg vezetés. Jogosítvánnyal bíró emberek számára. Így van, azoknak van. Illetve az se baj, hogyha a kereszt tudásunkat egy picit felelevenítjük. Tehát a kerékpáros szabályokat, az amikor most kerülnek elő a kerékpárok, jön a jobb idő. Az egyenesen haladó kerékpárosnak elsőbsége van az autóssal szemben, mikor kanyarodik. A legtöbb baleset ilyenkor, a kerékpáros baleset akkor történik, mikor kanyarodunk, és a kerékpáros pedig jön egyenesen. Csak egy személyes tapasztalat arra, hogy mennyire érdemes lenne időnként a kereszt tudásunkat feleleveníteni. Ránkészültem, és ki is mondtam. Sajnos nem tudom megmondani most se, hogy milyen tábla, de tudom, hogy jelezte. Volt rajta kis vonat. Hogy jelezte. Tehát, hogy arrafele kellett volna mennem, és nem mentem be egy utcába, és akivel voltam, kérdezte, hogy de hát arra kéne menni, miért nem mész? Mert mondom, én ezt a táblát nem ismerem, ez nem tudom, hogy micsoda. Úgy hívják, hogy kötelező haladási irány nagy valószínűséggel. Nem, azért nem, ennél valami bonyolultabb volt, sajnos tényleg nem emlékszem. Mert... Juditka, én azt hiszem, hogy a nap története ma már elhangzott, tehát menjünk tovább, ezt úgyis fogják még elemezni házon belül és házon kívül is. Mennyire veszélyes például, hogyha már Judit így említette, a megszokás. Tehát, hogy például tudom azt, hogy az Andrássy úton napközben folyamatos a dugó, állok és 2 km/h haladok, mondjuk, és pontosan ugyanaz 12 órával később hajnalban lehet rajta, nem lehet rajta, de fizikailag lehet rajta, technikailag lehet rajta száguldozni. Hát ez a forgalmat azt megszokja az ember. Igazából nem ebben van szerintem a nagyobb probléma, és a Váci út volt említve először, és a Váci útnak is a külső része az, amelyik sokkal inkább sokkal több baleset történt rajta, ami Újpestet összeköti Angyalfölddel. Ott a legnagyobb probléma az az, hogy jó az út. Tehát Budapesten hozzászoktunk ahhoz, hogy hát nem európaiak az utak szerintem. Nem. Én azt gondolom, hogy nem. Sokkal inkább egyenletes úttestet találkozunk ott. Tehát az egy felújított úttest, ráadásul kétsávos. Nagyon lehet menni rajta. És ha már itt az Andrássy út viszonylatában néztük, ott még nappal is lehet menni, amikor nincs akkora forgalom. Ráadásul tavaly még mindig driftak ezek a gyorsulási versenyek, ami ott a Váci út külső részére tevődtek, és azért ott az ott is szintén voltak balesetek. Mindig a sebesség a gond? Tehát az, ahol gyorsan lehet menni, akkor ott azt ki is használjuk, ha kell, ha nem. A legnagyobb probléma mindig a sebesség túllépése. Azért, ha jól belegondolunk, 50-es táblánál ki az, aki mindig 50-nel halad. Rendben, a másik pedig az, hogyha Budapest belváros, akkor bizony van olyan, nem is egy, és tudunk is róla, hogy buli volt, szilveszter volt, lakásavató volt, hát csak 3 utcára lakom, és akkor megivott valamit az ember. Hát a másik legnagyobb kockázat az alkohol. Már az egyre inkább szorul vissza. Visszaszorulóban van? A zero tolerancia óta az erősen nagyon-nagyon megcsökkent az alkoholos befolyásoltság alatt történt balesetek száma. Most egy picit talán megint emelkedik. Nem, egy egész. Miért? Nem tudom, az okát ennek nem tudom megmondani. Akkor, amikor egy bizonyos területen például tömegközlekedést újítanak fel, például mondjuk a metrót, és olyan ember is beleül az autóba, aki egyébként úrvezető, vagy nem szokott, vagy van jogosítványa, de nem szokott olyan gyakran. Ez lehet egyébként például egy... Persze, ott a megszokás egyértelműen, a rossz megszokás. Azon kívül még hagyj említse meg a gyalogosokat is, ha már a Váci útról volt szó. Hát azért a Lehel piacnál sűrűn lehet látni, hogy az idősebb korosztály húzza maga után a kocsit a hadsávon keresztül. Tehát az megint egy olyan kockázatot rejt magába, vagy észrevesszük, vagy nem. Reméljük, hogy észrevesszük, de Az megint egy borzasztó nagy kockázat. Hogyha már egy picit sztereotipizáltunk a legelején, tudjuk egyébként, ez nem sztereotípia, tényleg Törökországban, Isztambulban, ha valaki megy a belvárosba, akkor gyakorlatilag folyamatosan nyomja a Dudát. Tudjuk azt, hogy az olaszok hogy vezetnek, hogy Barcelonában minden kocsinak meg van húzva az oldala, mert annyira szűkek az utcák. Ez a kocktól kocig. Igen, a kocktól kocig, így van. Ma erős mondataid van. Mi magyarok hogy vezetünk? Van-e egy általánossága ennek? És ez most nem egy főváros. Az isztambuli volt megemlítve, hogy ész nélkül használják, az isztambuliak nagyon jól használják a Dudát. Folyamatosan. Csak akkor használják, ha figyelmeztetnek, hogy jövök. Akkor túl sokan vannak ma, ugye? Nagyon sokan vannak, igen. Tehát azért Isztambul egy borzasztó nagy város, ott azért 10 milliós város, akiknek közlekedniük kell. Én azt gondolom, hogy Európában nem azt mondom, hogy
hát valahol az alján közlekedünk. Mind közlekedés kultúrában, szerintem kicsit kimegyünk nyugatabbra, lehet látni, az ember automatikusan átáll egy kulturáltabb közlekedésre, hogyha ha ott vezet. Mi idegesek vagyunk, feszültek szerintem vagyunk, igen, ez az, igen. Ami a leginkább kijön? Igen, és hozzuk magunkkal azt, ami már beívódott belénk. Még hogyha nem is vagyunk annyira idegesek, már nem kell annyira hajszolni a pénzt, már ezt idézőjelben mondom. Ugye itt mindenki siet egy kicsit, sokkal jobban siet, mint Nyugat-Európában. Igen, csak ez azért furcsa, mert az, hogy ideges az ember, mit tudom én mondjuk a kocsiban, én is kiabálok mindenkivel. Tehát ugye? Jó, nem hallatszik kifele, de rendesen kiabálok mindenkivel. De ez nem jelenti azt, hogy rálépek a gázra, rálépek a fékre, csak azért is, hogy neki be kelljen fékezni. Valaki kiabál, valaki gázt nyom. Ez az év interjúja, Judittal. Én csak hallgatom az őszinte beismeréseit. Tényleg, az emberek általában másképp viselkednek a volánnál, mint normál körülmények között, ott azért kijön az igazi énjük. Hát van, aki kiabál, van, aki gázt nyom. Nem vagyunk egyformák. Nem értem, hogy azzal nem veszélyeztetem a többieket, hogy kiabálok. Az nekem jól esik, ezt más felmérti. Nem zavar. Jól esik? Igen. Jó. Igen. Újabb adalék. Rendben van. Azok a számok, amiket látunk, ezek fejlődés, vagy pedig visszaesés? Szerintem inkább stagnálás. Stagnálás? Stagnálás, én azt érzem, hogy stagnálás. Igen. Technikai fejlődés segíti a vezetést, vagy inkább hátráltatja? Mindenféleképpen a technikai fejlődés segíti a vezetést, mint az autó vezetés segítő rendszerei nagyon sokat tudnak segíteni. Még nagyon kevés az új autó, amiben mondjuk sávtartó, automatika, stb. Van. Nekem van most egy ilyen felvillant, hogy észleltem a fáradtságát, álljon meg. Én ezt tegnap előtt villant ki először, életemben nem láttam, hogy honnan észlel. Fogalmam nincs. Ez. Kormánymozgatás, a gáz nem egyenletes nyomásából, nagyon sok mindenre tud már figyelni a mai technika. És egyébként igaz volt? Igen. És meg is álltam. Helyes. Úgyhogy nagyon helyesen. Nagyon szépen köszönöm, azt hiszem, hogy ritkán tudunk meg ennyit Juditról, kicsit rólam is. És akkor most jön egy szolgálati közlemény, talán láthatták azt, hogy hétfőn vendégünk volt Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányságnak a szóvivője, lakossági bejelentéseket kértek azzal a kapcsolatban, hogy hova telepítsenek trafipaxot. Én, mint állampolgár itt a stúdióban riporterként mondtam egyet, Pécs Rákóczi utca, a BRFK, tehát a a Baranya-megyei rendőrfőkapitányság megvizsgálta, jogosnak találta, hogy lesz egy saját trafipaxon Pécset, és Gál Kristóf április 3-án az Európai Trafipax napján onnan jelentkezik majd be élőbe. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a felkérést, illetve a javaslatot. Köszönjük szépen kapitány úrnak, és köszönjük. Köszönjük.